Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV híradója, Király Noémi vagyok. Ma június 12-e van, a villők ünneplik névnapjukat. 92 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Anne Frank, akit naplója tett világhírűvé, és 52 évvel ezelőtt hunyt el Tersánszky Józsi Jenő Kossuth díjas író. Műsorunk elején lássuk, melyek a nap kiemelt témái, először csak címszavakban. Aláírták a szerződést, megújul a Szabadka és a magyar határ közötti vasúti szakasz. Két hét múlva az összes átkelő megnyílhat a magyar-szerb határszakaszon, jelentette be Pásztor István. A meggy áll a középpontban egész hétvégén Bács-Fekete-hegyen. Falunapot ünnepel Csantavér, lóversenyre várják holnap az érdeklődőket. Új játszótérrel gazdagodott a Palicsi általános iskola. Aláírták a Szabadka és Horgos közötti vasútvonal felújítására vonatkozó szerződést Belgrádban. Ez az észak-bácskai várostól a magyar-szerb határátkelőig terjedő részt jelenti. A befektetés értéke mintegy 87 millió euró. A dokumentumot a szerb kormány nevében Tomislav Momirović, szerb közlekedési miniszter, valamint a szerbiai vasutak infrastruktúrái megbízott igazgatója Nebojša Šurlan és a beruházást kivitelező vállalati konzorcium képviselője látta el kézjegyével. Kada završe modernizáciu i rekonstrukciju, to će biti jedna od najmodernijih elektrificiranih evropskih železničkih deonica, kojom će vozovi saobraćati brzinom do 120 km na čas, sa najmodernijom pratećom opremom i signalnim i bezbednostnim sistemima. Planirana je i rekonstrukcija staničnih zgrada u stanicama Palić, Bački Vinogradi i Horgoš, kao i stajališta, javno skladište i Hajdukovo i rekonstrukcija 13 putnih prelaza. Pásztor István örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy megújul a Szabadka-Szeged vasútvonal. A felújítással kapcsolatban egyéb információkat is közölt a VMS elnöke. Ezek a következők. A munkálatok határideje 14 hónap. Az előkészítés pár nap múlva kezdődik. Az országhatártól Szegedig terjedő szakaszra vonatkozó szerződést Magyarországon már aláírták. A politikus továbbá reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy belátható időn belül folytatni tudják a felújítási munkákat Szabadkától Bajáig. Pásztor ma Palicson beszélt a részletekről. Jövő szeptembertől emberi számítás szerint 40 perc alatt oda lehet érni Szabadkáról Szegedre, vagy fordítva, és útközben is föl lehet szállni. Ez azért fontos, mert ugyanannak a jövőnek a része, amiről nem mondunk le, ez azért fontos, mert megnyitjuk a teret, ez azért fontos, mert lehetőséget teremt arra, hogy Királyhalmon, vagy Hajdújáráson, vagy Horgoson lehessen élni és máshol dolgozni. Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik három átkelő a szerb-magyar határon, közölte honlapján a magyar rendőrség. Újra megindul az átléptetés a Tisza-sziget Gyála és a Bácsalmás-Bajmok közúti átkelő helyen, valamint teljes nyitvatartással működik az Ásotthalom-Királyhalom közúti ellenőrzőpont is. Az átkelők 7 és 19 óra között működnek, indulás előtt mindenkinek a tájékozódást javasolják az illetékesek. Az elkövetkező időszakban újabb, eddig a járvány miatt zárva tartott határátkelők nyílhatnak meg a szerb-magyar határszakaszon. A határnyitás kapcsán Pásztor István ma Palicson bejelentette, hogy nagyjából két hét múlva már az összes átkelő megnyílhat a szerb-magyar szakaszon. A VMS elnöke hozzátette, ezzel már teljes mértékben vissza fogunk térni a normalitás mezejére. Hétfőn ülésezik a szerbiai válságstáb, ezt erősítették meg a szerb közmédiának az illetékesek. A 16 óra 30 perckor kezdődő ülésen várhatóan a szakemberek értékelik a szerbiai járványhelyzetet. A korábbi bejelentések szerint június 21-től várható komolyabb, tömegrendezvényeket is érintő enyhítések, amennyiben jól halad az országban az immunizáció. A szerb miniszterelnök ugyanakkor a minap pont arról beszélt, hogy lelassult a koronavírus elleni védőoltások beadásának üteme, míg az egész Egészségügyi Világszervezet szerbiai irodavezetője egy esetleges következő járványhullám miatt figyelmeztetett.
továbbra is csökkenő tendenciát mutat az egy nap alatt regisztrált koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 7867 tesztet végeztek el a szakemberek, ebből lett 119 pozitív. Elhunyt 7 beteg, így az elhunytak száma 6958-ra emelkedett a járvány szerbiai megjelenése óta. Kórházban 488 pácienst kezelnek országszerte, 22-en vannak lélegeztetőgépen. Stabilizálódik a szabadkai járványhelyzet, visszatér a szabadkai közkórház a korábbi rendszerinti működéshez. Dr. Gordana Krtinic, az intézmény járványügyi szakembere a szabadkai tévének elmondta, jelenleg 6 személyt kezelnek koronavírussal a kórházban, egy személy szorul lélegeztetésre. A helyzet stabil, így a kórházban bezárták a COVID-1-es részleget, ahogyan a COVID-intenzív terápiás részleget is, még a sürgősségi ellátás visszatér régi helyére, részletezte. Egyre több szakember tudnak visszavezényelni a nem fertőzött zónába, így a szakvizsgálatok is újraindulnak, mondta dr. Gordana Krtinic. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a járvány még nem ért véget, a vírus terjedésének megfékezése érdekében fel kell venni a védőoltást. A megy van a középpontban a hétvégén Bács-Fekete-hegyen. A megynapokon kicsik és nagyok is megtalálhatják a kedvükre való szórakozást. Kirakodóvásár, ugrálóvár várta a látogatókat, sőt, helyi finomságokat is lehetett kóstolni. Bács-Fekete-hegy a megyről híres, a megyszezon pedig június első két hetében zajlik. A feketicsi megy ízletes, nagyszemű, vitamindús. A legnagyobb ellenségük a fagy, ami az idei termés sajnos jócskán megtépázta, mesélik a helyiek. Betegségnek mindennek ellenáll. A monília az egy olyan halálos betegség a megy és cseresznye félékre. De a mi megyünk, a feketicsi megy, az egyszerűen ellenáll ennek. A megynapok alkalmából szervezett kirakodóvásáron helyi termelők mutatták be termékeiket, amiket akár meg is kóstolhattak a látogatók. Mink csinálunk megylikört, megypálinkát, megylekvárt, illetve megycsatnit, az úgynevezett fűszerezett lekvárt. A paprikás főzőverseny már tradíciónak számít. Idén 45 csapat nevezett be. Egy paprikás titka először is a jó hangulat, utána pedig a többi az jön magától. A vásári forgatagban a bácskai ízek, kalandok és kulturális értékek fejlesztése elnevezésű nyertes IPA projektet is bemutatták. Ennek köszönhetően hamarosan okospadokat helyeznek majd el a településen, valamint gyümölcs és növényszárító gépeket szereznek majd be. A határon átnyúló pályázat, amit a Szankiakkal és Iskumajsával, Móricz Gáttal, Csolymos Pálossal, nem tudom, és ugye Bincs-Bársokat együtt valósítunk meg. Az emberek minden évben a tűzi játékot várják legjobban, mondta Bojtos Béla, a Bács-Fekete-hegyi helyi közösség tanácselnöke. Érdemes bennünket látni, hallani, bemutatni, mert valószínűleg, hogy érték vagyunk másoknak, itt nem csak magunknak. A rendezvény megvalósulását a magyar kormány, a tartományi kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. A rendezvény keretében vasárnap istentiszteletet is tartanak. Falunapot tartanak Csantavéren az Új-szigeten. A szervezők számtalan programmal várták a fiatalokat és az időseket is egyaránt. A táncbemutató koncertek mellett gyermekprogramokat, sportversenyt és főzőversenyt is szerveztek a rendezvényre látogatóknak. Együtt élvezték a programokat kicsik és nagyok, helyiek és vidékiek egyaránt. Volt, aki Magyarországról érkezett Csantavérre a falunapra. Tavaly is jártunk már itt. Tavaly is nagyon jól éreztek magunkat, tavaly főztünk is. Én társán sütöttem is, az is nagyon jó volt, de most vendégek vagyunk, mivel csak hárman érkeztünk. És hát most is kaptunk ebédet, nagyon finom. Jó érzek magunkat, eljövünk jövőre is, ha meghívnak bennünket, vagy ha lesz ilyen lehetőség, meg ha engedi majd a vírus. A gyerekek sem unatkoztak, hiszen a kézműves foglalkozásokon felül légbár, táncbemutató és még sok más program várta őket. Eddig ugrálóváraztam, ettem, ittam, még ezt a festményt festettem. És mi az, ami az arcodra van festve? Hát egy ilyen virág. A Csantavéri Új-sziget lehetőséget ad arra, hogy a rokonok, barátok együtt lehessenek, hangsúlyozta András Gyuricsin Attila, a Csantavéri helyi közösség elnöke.
tudjuk jól érezni magunkat itthon. Ez azért szép és jó. Találkozunk itt a gyerekeink, barátaink, családunkkal, együtt vagyunk szomszédainkkal, és akkor rájövünk, hogy mennyire szép itthon az élet. Dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke a falu nap kapcsán kiemelte, nagyon szép és rendezett közösségi térré nőtte ki magát a helyszín. A járványhelyzetet követően nem kell azt hangsúlyozni, hogy miért jó, hogy most már szabadon össze lehet jönni, több ezer ember meg fog fordulni a mai nap folyamán. Jól érzik magukat az emberek, főznek, barátkoznak, azt gondolom, hogy egy falunap erről kell, hogy szóljon. A főzőversenyen túl pecaki hívásban és strandröplabdában mérettették össze tudásukat a csapatok. Vasárnap lóverseny és kispályás foci, valamint teniszverseny is várja majd az érdeklődőket. Családi napot tartottak a Palicsi Miroszláv Antich általános iskolában. Gazdag program várta egy közösen eltöltött délelőtre az iskola diákjait és szüleiket. A rendezvény keretében ünnepélyesen átadták a játszóteret is az iskola udvarában. Közös sétak, kézműves foglalkozás és kiállítás, sőt játszótér avatás és színházi előadás. Gazdag programmal készült a Palicsi Miroszláv Antich általános iskola diákjai és szüleik részére. A program sétával kezdődött. Nekem eléggé tetszett, és jót is tett egy kis kimozdulás otthonról. Hát elég sok mindent láttunk, láttunk érdekes madarakat, és láttuk a tavat több szemszögből is. Míg a felsősök sétáltak, addig a kicsik kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Cseresznyés és békás könyvjelzőket készített Vida Luca osztálytársaival, tanítónőjük segítségével. De díszes gombostű párnákkal is készültek a kiállításra. Az összegyűjtött pénzt egyebek között osztálykirándulásra fogják költeni. A barátaimmal, akik most árulunk, ővelük csináltuk, a tanítónéni megcsinálta az ábrát, ugye ezeknek a, vagyis ugye a sablonját, és mi pedig ezzel a fehérrel körbe csináltuk a szemét, ugye az orrát, a száját, meg a szemét, meg ráragasztottuk erre a kis színes papírra. Sikeres volt a Palicsi iskola családi napja. Az iskola diákjainak háromnegyede vett részt a programokon, mondta el Sörös Márta, a Palicsi Miroszláv Antich általános iskola igazgatója. Először szervezzük ezt a családi napot, cseresznye érés kor, tehát egy picit még az egészséges táplálkozás is benne van a történetben, tehát a gyümölcs fogyasztása, és ezen kívül ugye a felsősök elmentek egy szép sétára Palicsitó körül, ahol ugye tanárok és szülők kíséretében. A másik egy feladatunk, hogy a szülők, tanárok és a gyerekeknek a közreműködését erősítsük. A jövő generációjába való befektetés a legjobb befektetés, hangsúlyozta Jarasz Anikó a játszótér ünnepélyes átadásán. Elmondta, a gyerekek azáltal, hogy mozognak és játszanak, nem csak az egészséges testi fejlődésüket fejlesztik, hanem a motorikai képességeiket is. Egy ilyen iskolában, egy ilyen közösségben, ahol azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek száma nő, biztosított az, hogy a játszótér, amely a mai napon átadásra került, valójában gyermek kacajtól, gyermek zsivajtól lesz hangos. És egy ilyen időszak után, amelyet most már magunk mögött tudhatunk reményeink szerint, amikor mind a felnőtteknek, mind a gyermekeknek a mozgástere korlátozva volt, mindannyian megértük azt, hogy mekkora fontossága van a mozgásnak. Az eseményen mások mellett részt vett Kern Imre, Szabadka alpolgármestere is. A rendezvény megvalósítását a Szabadkai Önkormányzat és a tartományi kormány támogatta. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. A természetvédelem határok nélkül vetélkedő döntőjét tartották ma Topolyán. Viharokkal tarkított időjárásra kell számítanunk keddig, tájékoztatnak a meteorológusok. Közel 2,5 millió dinárral támogatta az elmúlt évben a Magyar Kanizsai Geneza Kft-t a gazdasági minisztérium. A termelő és kereskedelmi vállalat a pandémia alatt sem hanyatlott, hangzott el ma az üzemben, amelyet Angyelka Atanaszkovics gazdasági miniszter tekintett meg.
A Magyar Kanizsai Geneza Kft. Üzemében jelenleg a kapor feldolgozása folyik. A szezon ideje alatt mintegy 80-100 munkavállalót foglalkoztatnak. A vállalat vezetősége évről évre él a gazdasági minisztérium által kiírt pályázati lehetőségekkel. Természetesen mi folyamatosan pályázunk minden évben, vagy mezőgazdasági gépre, vagy gyártási gépekre, tehát minden évben próbálunk eszközöket nyerni, és többé-kevésbé sikeresen is tudunk pályázni, és ennek köszönhetően folyamatosan a gépparkunk javul, ugye a mezőgazdaság, mint a gyártás területén. A gazdasági miniszter látogatása során elmondta, mindig örül, amikor egy olyan vállalkozáshoz látogat el, amit egy nő vezet, hiszen ez jó példával szolgál a fiatalok számára. Firma Geneza zasada odlično posluje. Pričali smo sa direktorkom kako je prošlo praktično i COVID i uspela je nekako da se stabilizuje i da to prevaziđe. Ali normalno ima dosta robe, dosta izvoza, što je najbitnije. A miniszter hozzátette, a továbbiakban is számíthat a gazdasági minisztérium támogatására a Magyar Kanizsai Geneza vállalat. Elkészült a Nagybecskerektől Szerb Ittabéig vezető kerékpárút, és már csak a határátkelő hiányzik ahhoz, hogy az első kerékpáros megtegye a Nagybecskerek és Temesvár közötti 80 kilométernyi utat. 2015-ben már megnyílt a Temesvártól a határig vezető kerékpárút. A kerékpárút a Bega csatorna töltésén halad, nyílegyenesen, s így ez a legrövidebb út Nagybecskerek és Temesvár között. Közúton haladva ugyanis 100 kilométert kell megtenni. Ez a bicikliút remélhetőleg fellendíti az idegenforgalmat is. Ezen az úton a tervek szerint a 8-10 ezer kerékpáros fog évi szinten áthaladni, és mi erre már nagyon készülünk. Elkészült 5 infotábla, ami nem csak magyar Itabét, hanem szerb Itabé jellegzetességeit is magába fogja foglalni, és 4 nyelven fog elkészülni a felirat. Magyar Ittabén van a legdélebbi Kossuth szobor, itt a református templom. Szerb Ittabén van ortodox és katolikus templom is. A kerékpárút közelebb hozza a határ két oldalán fekvő két falut, Magyar Ittabét és Óteleket. Nincs aláírva testvértelepülési szerződés, de szerintem az út megnyílásával erre is meg lesz minden feltétel, és ez alapján későbbiekben tudunk majd uniós pályázatokat és határon átnyúló pályázatokat közösen megszervezni, mivel hogy közelebb leszünk. Igaz, hogy nekünk Románia 6 kilométerre van, de a legközelebbi határátkelő 45 kilométerre van Szerbcsernyén, így pedig ez a távolság le fog rövidülni mindössze 17 kilométerre Ótelekig. A kerékpárút EU-s támogatásból épült meg a határ két oldalán. A projekt egyéb beruházásokat is magába foglal. U okviru projekta prekogranične saradnje koji ima vrednost 13 miliona evra, u kojem je planirana izgradnja pristana, zatim rekonstrukcija dve prevodnice, kao i projekat izmuljavanja Begeja. Sastavni deo toga je i izgradnja biciklističke staze od Zrenja do Temišvara. Jó hír, hogy kiírták a Szerb Ittabé és Ótelek közötti határátkelő megépítésének a közbeszerzési pályázatát. Ambasador Rumunije u Srbiji je veoma zainteresovana za granični prelaz, isto tako i naša strana koja je u Rumuniji isto zainteresovana za sve to. Postoje već kontakti koje ministarstvo sprovodi, očekujemo da u narednom periodu se stvore mogućnosti za otvaranje ovog prelaza, jer tada ta staza će dobiti potpuni značaj i efekt koji smo i želeli. A Begafűi és a Szerb Ittabéi, valamint a két romániai vízlépcső felújításával és a Bega iszaptalanításával pedig visszaállhat a hajóforgalom is Bánát két legnagyobb városa között. Ma tartották meg a természetvédelem határok nélkül vetélkedő döntőjét a topolyai művésztelepen. A versenyen az elődöntő két első helyezettje, a temerini Biosz Szakik és a kecskeméti Zsíros B. Ödön csapat mérte össze természettel kapcsolatos ismereteit. A finálét végül a vajdaságiak nyerték.
A természetvédelem határok nélkül elnevezésű természetismereti vetélkedő döntőjébe a vajdasági és a kecskeméti válogatón legjobb eredményt elért csapat jutott tovább. A vajdasági elődöntőre 17 csapat jelentkezett összesen, 5 tagú általános iskolásokból álló csapatok jelentkezését vártuk, tehát összesen 85 diák mérette össze tudását a vajdasági elődöntőn. Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Pásztor Emília, a Pannon RTV és a Kecskeméti Televízió közös projektjének vezetője. Ezt a projektet az Európai Unió támogatja jelentős mértékben, a legfontosabbnak azt tartja, hogy a közös természeti értékeket azokról tudjatok, amennyit csak lehet, és érezzétek úgy, hogy ez a tiétek, és hogy ezt mindenkinek közösen meg kell őrizni, és védeni kell, független attól, hogy a határ melyik oldalához tartozik. A döntőben egy teszt kitöltése mellett a gyerekeknek a természetben, terepbejárás közben is bizonyítaniuk kellett tudásukat. A legérdekesebb része az a terepi rész, ami ilyen kirándulásban volt, egy ilyen kis kikérdezés, meg tudásfelmérő, az volt a kedvencem. A két döntős csapat a jövő hétvégén egy szakmai tanulmányúton vehet részt Magyarországon. Jelen pillanatban egy IPA pályázatot bonyolítunk le velük közösen az Unió támogatásával, ennek részeként jelentkezik a magazinműsor is, valamint más aktivitásokat is szervezünk, mint például a mai vetélkedő. A természetvédelmi vetélkedő mellett egyéb közös projekteken is dolgozik a Pannon RTV és a Kecskeméti TV, mint amilyen a Természetvédelem határok nélkül című műsor, amely két hetente jelentkezik. Pihenésképpen nagyon jó, főleg, hogy most ez a iskola is véget ért, most szerintem mindenkinek egy ilyen megkönnyebbülés lesz ez a tábor. A megmérettetés a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg a Kecskeméti Televízió Non-Profit Kft. És a Pannonia Alapítvány Pannon RTV együttműködése eredményeként az Európai Unió támogatásával. Szabadkára került az egyik Fiat 500L típusú személygépjármű a Vedd el a számlát és nyerj elnevezésű játék sorsolásán. A szerencsés nyertes neve Mária Zsegarac. A többi autó Sabácra, Gornyi Milanovácra, Jakovóra és Nisbe került. A belgrádi lakást pedig a kursumliai Ivan Todosic nyerte meg. A mostani nyereményjátékban több mint 4 millió boríték közül húzták ki a nyerteseket. A játék célja a szürke gazdaság visszaszorítása Szerbiában. Sárga riasztás van érvényben Szerbia egész területén, Bácskát leszámítva. Ez azt jelenti, hogy a hétvégén bárhol, bármikor kialakulhat zápor zivatar térségünkben, tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A változékony időjárás egészen keddig kitart, a csúcshőmérséklet ugyanakkor végig bőven 20 fok felett alakul. A hajnalok enyhék lesznek, 14 fokig csökken a hőmérséklet. 838 jégvédelmi rakétát lőttek ki tegnap Szerbia felett, ugyanis mintegy 1,1 millió hektárnyi területet veszélyeztettek viharfelhők. A rendszer teljes kapacitással működött, emelte ki Jugoszláv Nikolic, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet igazgatója. 8 jégvédelmi állomás kísérte a viharfelhők mozgását, és 112 kilövő állomásából mintegy 850 rakétát lőttek ki. A legveszélyeztetettebb terület Váljevó, Bukulja és Bestane, valamint a Fruskagora térsége volt. Jugoszláv Nikolic elmondta, a jégvédelmi rakétákkal megakadályozták, hogy nagyméretű jégdarabok képződjenek. A leesett jég alig 20%-os kárt okozott egyes községekben. Tragikusan kezdődött a B csoport nyitó mérkőzése Koppenhágában. A Dánia-Finnország összecsapás első félidejének végén a hazai csapat sztárja Christian Eriksen összeesett a pályán. A játékost több mint 10 percig élesztette újra az első segélynyújtó csapat. A focista végül életben maradt és hordágyon vitték le a pályáról. Azóta az Európai Labdarúgó Szövetség arról számolt be, hogy Eriksent kórházba szállították és stabilizálták az állapotát. A meccset a rosszul léte után átmenetileg felfüggesztették, azonban az UEFA bejelentése szerint a mérkőzés 20 óra 30 perctől folytatódik. A labdarúgó Európa-bajnokság mai első mérkőzésén Wales és Svájc legjobbjai küzdöttek meg egymással az A csoportban. A végeredmény 1-1 lett. A B csoport másik találkozóját pedig 21 órakor tartják, a belga-orosz párharc számít a mai nap csemegéjének. Eddig tartott hírműsorunk, lássuk, melyek a nap kiemelt hírei röviden.
Aláírták a szerződést, megújul a Szabadka és a magyar határ közötti vasúti szakasz. Két hét múlva az összes átkelő megnyílhat a magyar-szerb határszakaszon, jelentette be Pásztor István. A Meggy áll a középpontban egész hétvégén Bács-Fekete-hegyen. Falunapot ünnepel Csantavér, lóversenyre várják holnap az érdeklődőket. Új játszótérrel gazdagodott a Palicsi általános iskola. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Amennyiben még több hírre és információra kíváncsiak, kattintsanak a honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét, viszontlátásra!